vonaton még nem volt semmi baj. Velencében kezdődött a sikátorokkal. Egy este színházban voltak, és mikor utána visszaérkeztek a hotel aljába, Mihály úgy érezte, hogy nagyon szívesen meginna még valamit. Nem tudta pontosan, hogy mit, leginkább valami édes borra vágyott. Eszébe jutott a számoszi bor, különös, klasszikus íze. És hogy milyen gyakran kóstolgatta Párizsban, a Rue de Petit Chat 7 szám alatt, egy kis borkereskedésben, és arra gondolt, hogy Velence félig meddig már Görögország. Itt bizonyára lehet számoszi bort kapni. Talált is számos helyet, ahol italokat árusítottak, de valahogy egyik sem volt az, amit keresett. Mindegyiknek volt valami hibája. Lassanként úgy érezte, hogy azt bizonyára csak egyetlen egy helyen árulják Velencébe, és azt a helyet neki ösztöne alapján kell megtalálni. Így került a sikátorok közé. Így bolyongott a sikátorok közt, míg arra nem eszmélt, hogy hajnalodik már. És ő Velence túlsó oldalán van, az új parton, ahonnan a temető szigetét látni, és távolabb a titokzatos szigeteket. Most már ébredeztek egyesek, és munkájukba mentek. És a világ olyan mérhetetlenül sivár volt, mint mikor az ember nem aludt éjszaka. Talált egy gondolást, aki hazavitt. Ki ez? Ő! Ki ez? A szerencsétlen!
szimpatikus fiatal ember. Majd egyszer bemutathatod. Na jó. Egyáltalán nem is szimpatikus. Hanem állati ellenszemes. Hogy hívják? Mihály! Ilyen név nincs is. Mihály jó fiú! Utálom a jó fiúkat. A Mihályokat meg különösen. Jó fiú vagy. Igen. Sajnos igyekszem. Mihály a barátod lesz. Minden Mihály már önnált a korlátom. A halászbársán, amikor jöttem. Ebből nem nézem ki, hogy képes lenne megölni magát. Még az sem, hogy fölmászott bárhová. Tintásodjú nyámic. Ez egy áruló. Ez elárul. Előbb téged, aztán engem. Most jól voltam. Mesélj neki az örvényről. Örvény? Na mi van, megkukultál? Most rögtön. Parancsoló. Na, pont úgy, ahogy nekem elmondtad. De pont úgy. Akkor ne pont úgy. Pont úgy. Jó, akkor pont úgy. Ott állunk, a meredély szélén, borzadva pillantunk a mélységbe, émelkünk, szédülünk, ott maradunk, magunknak se tudunk számot adni, miért. Az émelkés, a szédülés, a borzalom lassú fokozatain keresztül valami megnevezhetetlen érzés fellegébe merül. Ez a felleg alapot ölt, mint a palacból szálló köd, amelyből a szellem emelkedik ki az ezer egy éjszakában. De sokkal félelmetesebb, mint bármilyen mesebéli démon, mégis a borzalom gyönyörének élességével a velőt is megfejezzük. Ezt hol olvastad? Na, nem olyan, mintha én írtam volna? Ilyet te nem tudsz írni. Igazán? Imádlak, de ez az igazság. Leírtad már? Leírtad már? Még soha. Folytasd! Csak előbb húzd vissza az ablakot, megfáj! Jó, jaj, majd a kis toszkán szellem! Ami behozza a trágya illatot! Az esést, a lebukó megsemmisülést, épp azért, mert a halál képei közül a legszörnyűbb és legkísértőbb, a legnagyobb névvel kíván... Ezt a filozófiát nem szeretem! Hagyd abba! Jó, már abba is vagyok. Kívánlak! Így? Jöhetnek! Így, hogy jöjjenek! Nézd, ott egy erős csacsi! Kikérdekelnek a csacsik! Nézd inkább a helyét! És milyen búj a zöld alamon, milyen aranyok kell a búrza, milyen kékes virág a sziklánk. A sziklánk tetején várak, mint a folytatása remélet természetnek. És mivel értelmünk visszavi azt a szakadék széléről, annál mohóbban közelgünk felé. Hagyj már! Hagyj egy csókot! Rendet raksz, ugye? Az életem. Előbb a fejedben. Pieti, per favor! Jaha, bocsonra! Hova is rakjuk a jegyeket? Hál' Isten, minden nálad van. A jegy, a pénz, az ész, a szépség. Ekkola, ahova tettem. Avete una luna di miel? Honnan tudja, hogy házikasok vagyunk? Megmondjam, szép. Grazie. Congratulazione alla molto bella, signore. Grazie. Neki, hogy fogja be a száját. A haja megint szétborzolódott, amikor lehúztál az ablakot. Azt mondja, gyönyörű szép vagy. Az olaszok túl sokat beszélnek. 100 évesnek érzem magam. Grazie. Quando arriviamo a Padova? De Padova után Veronába megyünk, és nem Ravennába. Ahhoz nem kell szállni. Akkor átszállni tudjuk rá. Carissimo. Ad un edici per la gente. 11.35. Sì. Grazie. Akkor is Veronába megyünk. Meg akarom nézni azt az erkét, ahol Romeo bemászott Júliával. Ugyan már, az erkély merő kitaláció legalább 4 helyen megtalálható Veronában. Akkor minden helyet megnézzük. Verona. Ravenna és a Fianai Primitive. Verona, aztán Milano, aztán Firenze, aztán Róma, Nápoly, aztán Capri. Akkor is tartottam, mivel értelmünk visszadja azt a szakadék széléről. Remélem, engem nem tekintesz szakadékra. Ez csak egy metafor. Egy csókot legalább addig is volt. Itt miért nagyobb minden, mint otthon? És miért piszkosabb? És mennyi légy, mennyi rongyos kisgyerek. Már bárhogy nem az Alpokba mentünk, ott minden olyan nett. Vagy Párizsba. Ha az a szakadék csak metafora, akkor én is csak egy metafora vagyok az életedben.
a csók nem metafor. Te vagy a valóság, a puha illatos valóság. Picit félek őre. Nem baj, az a jó. De hát, Verona! Nincs többé metafora, de van viszont Ravenna, Dante Shira, mozaikok és a Sienai primitív. Mozaikok? Kalapot? Nincs egy rendes kalapom? 6 kalapot veszünk, kicsi! És mostantól én foglalom le a szállodákat. Ezen nem szabad spórolni. De ha fészlátsz, rögtön megijedsz, én viszont utálom a svábogarat a fürdőszobában. Itt mindenhol vannak svábogarak a fürdőszobában. Én viszont utálom a külpadon szállodaszobákat. Megvan, jó bűvös a talpnak. Olyan, mint a konyhában unna az ember, olyan prolis. Hol a pénzedet sajnálod, hol prolis a külpadon. Ilyen egy pesti polgár. Na készülj a leszálláshoz. Még van fél óra. Ezeknél még az is lehet, hogy előbb futunk be. Most meg miért álltunk meg? Gondolom a szemem. És mit fogunk állni meg itt egy órát? Tudod mit? Hozok friss limonádét! Kérlek, a szájra! Ezek a vonak olyan kiszámíthatatlanak. Maradj velem. Jó. És fedd a bőrödöket! Ahogy parancsolod, királynő! Királynő! Neked én nem vagyok a királynőt, megértetted? Térdelj le előtte! Én nem tudom. Ne felesej, csináld, amit mond. Lehet, hogy egy okos ember ezt tenné, de én halond és ragaszkodó vagyok. Elfáradt! Úristen! Micsoda mondat? Tamás, megölsz ezzel a mondattal. Mondattal ölni a legnagyobb művészet? Pont mikor eszembe jutott az a plánya égeső. Égeső! Égeső fogadja Mihályt, ha nem megy haza szentestvére rájuk, nem az van, mint itt. És nem akarja elárulni, mert fél, hogy kitagadjuk. Na ne járd meg magad. Meg rendes kispolgárok a szülei. És nézd, hogy égnek a fülei. Nem engedheti meg magának. Hergeg, nem is hallgatunk tovább. Szenteste van, és még el is vettük az alkot. Mi ez? A ravennai mozaik. Hogy lehetett kinyitni? Csukd vissza! Az örömmel ragyogás. Az örökké való mozdulatlan pillantása. A templom félhomálya. Én lakozom. Nem hiszek Istenben, de ezekben a hatalmas alakokban hiszek. Én lakozok! Persze, hogy te lakozol. Mi nálunk ez az ünnep. Ünnep vagy nem ünnep, ők vannak. Mit tudsz te őrülni, akik az idők mélyéről szólnak te hozzá? Az arcuk apró darabkából van összerakva. És mégis sokkal elevenebb, mint a miénk. Elmegyünk az éjféli misére, nagy habát van alattam ezt teled. Én mindig azt teszem, amit te parancsolsz. Sőt, az se érdekel, ha te most hazamész. Aki nem tud játszani, az élet komolyságát sem fogja fel. Soha. De ostoba. Nem kéne mégis csak valamit enni, mise előtt. Szándékosabb volt, tartasz! Előtte! Táncoljunk. A világ nem azért van, hogy értsük. Milyen gyönyörű. Éva szabálytalan szépség, mint minden jelentős színésznő. Ennek rossz vége lesz. Azt mondod? Azt. Hát épp ez a cél. Mi a cél? A rossz vég. Kijutni innen. Honnan? Ebből a földi síralomföldből. El akartok halni? Miért te nem? Egyszer úgyis meg kell. A csalás, aki úgy hal meg, hogy úgyis meg kell halni, az nem is élt. Csak az élt, aki tudja, miért halt meg. Én
ott akarok lenni, amikor meghalok. Hát ott leszel. Majd megérted. Ne félj, majd megérted egy szép napon. Drágám, egyetlen. Most rohannom kell. Rohanj csak, rohanj, te szerencsétlen. Akkor maradok. Menj haza! Menj vissza a felvilágodba! Igazad van! Ez itt kibírhatatlan. Micsoda karácsony. Nálunk mindig ilyen. Már anyám balcára sem emlékszem. Csak a cilinderes, fekete alakokra, akik vitték a kovos. Ez a karácsony. Az első, amiről tudok. Hol vagyok? Jó helyen, kicsi. A karjaim között. Akkor a mennybe. A mennyben, kicsi. A mennyben, mely örök. Most nincs erőt folytatni. Nyugalom. És Dante sírja? Még be kell néznünk Dante sírján, csak 5 perc az egész. Most miért vagy olyan ideges, amióta Ravennába értünk, olyan feszült van? De hogy is, de Dante-t kihagyni. Annyi sírt megnéztünk, nem mindegy, egyet több vagy kevesebb. De Dante-t. Én már egy tapottat sem mozdulok. Annyira elfáradtam. Még csak délelőtt van. És már lejártuk a lábam. Na jó, ha egy kicsit pihenjünk, aztán tovább jutunk. Lehet, hogy túl sokat ettem. Rendelj még egy kávét nekem. Un café, per favor. Félek, soha többé nem jön rám a fekete sejj a ruhám. Mondolsz. Yo no posso tirare il mio vestito di setanero. Bravo. Holnaptól nem eszem több makaronit. Milyen fagyjuk van? Olaszul. Kétsel látó kerámen. És kellett Ravennába jönnünk, semmi érdekes. Már villog a szemem a mozaikoktól. Mondd olaszul. Ahhoz, hogy a napfényt élvezni tudja, nem kell olaszul beszélni. Már megint. Mi már megint? Amikor lehunyod a szemed, akkor valami olyasmire gondolsz, amit nem akarsz megmondani. Most is. Most is. És ha kinyitom? Akkor kék. És szép vagy kék. Váltsunk témát. Ördög vagy. Mi az, hogy ördöggolyó? Ezt a szót mondtad ma éjjel álmodban. Ördöggolyó. Fölírtam, nehogy elfelejtsem. Mi az? Az élet egy nagy ördöggolyó. Az élet? Van egy csipkésre faragott csomgolyó. Abban van egy kisebb golyó, abban egy még kisebb golyó. Ezt az ördöggolyó mesterek egyetlen elefántcsontból faragják. Az utolsó olyan pici, mint egy homokszem, de még azon is vannak mikroszkopikus elefántok. Mi ez az ördögolyó? Mit akarsz tudni róla? Nem szereted, ha a múltadban vágyálok. Irigyellek, mert vannak titkait. Az én életemben nincs semmi titok. Mindenkinek vannak titkai. Az a parányi homokszem érdekel, rajta az elefántok. Eltemettem a múltamat. És az ördögolyó? Csak te vagy nekem. Hol ez a pincér? Hol van Tamás? Mindjárt jön. Hová van? Megbeszéltük, hogy jön. Akkor biztos megjön, tudod milyen? Mennyi időt oda lesz? Mindig csak Tamás kell neked. Csak az édes Tamás kap. Jól tudod. Ti ketten együtt kellettek. Ilyet mondani egy műnek. Aromszor. De? Ki nevetne? Kacag bejátszó! Fel fogok lépni a vihadóban. Egy hazafias verset fogok elszavalni. Meglep, hogy nincs itt Tamás. Nem is kérdezed meg, hogy miért? Mi? Hogy szavalhatok el egy hazafias verset, ha itt nem is vagyok hazafias. Tamás telefonált, hogy jöjjek ide. Furcsa volt a hangja. De nagyon aggódsz, de nagyon. Mondtam, ha nem tudok erre, azt mondta, akkor vége a barátságunknak. Ezt mondta volna, akkor tényleg komolyan gondolom. Mondtam, egy óra múlva tudok erre, azt mondta azonnal. Na jó. Tamás, fönn van a padláson. Egyedül akart fölmenni. Ez volt a nagy titok. Fölmenek hozzá. Ne menj föl!
át egy másik életben. Ugyanilyen csúnyán néztél rám, amikor azt mondtam, hogy etessük meg a galambokat a Szent Mártéről. Ez most hogy jön ide? Azt mondta, Isten ments, hogy mindenkinek ez jut az eszébe a Szent Mártéről. Te nem érzed, milyen büdös van? Itt vagyok Ravennában, ahol egész ifjú koromba vágytam, és nem érzem, milyen büdös van. Illetve örülök neki, hogy büdös van, mert ha nem lenne büdös Ravennában, akkor ki kéne találni. Ez a város kullasszakú, dekadens város, több mint ezer év óta hanyatlik. Ez a büdösség az élettől jön. Ezt a szagot a műtrágyagyár csinálja, ebből él egész a Ravenna. Te ezt honnan tudod? Az utikönyvben is benne van. Micsoda? Ravenna műtrágyából él? Ez a város, ahol te a bocsászár is tárteségja van? Ez skandallum! Eunoszkandálom! Ördög golyó! Imádlak. De én utálom. Jó, akkor mondd olaszul. Ti odio. Ó, csücsörítsd a olaszukérnek. Csücsörítsd olaszukérnek, kérnek, mi jót is szóval. Kincsem. Nem fogok úgy tenni, mint ha érdekelnének a hülye mozaikjait. Én ma egy kalapot akarok venni, de olyat, amilyet csak Olaszországban lehet kapni, hogy henceghessek vele. Te favor! Buongiorno! Buongiorno! Sì? Desidero una birra, ma fredda! Benissimo, signor! Sörrel ne kezd a napot, Mihály! E per la signora? Niente! Benissimo! Ne akarsz spórolni az én pénzemmel! Az enyémmel! Ami az enyém, az a tiéd is, grazie mille! Nem ittál eleget? Azt mondtad, szeretet a spicces vagyok. Igen, mert akkor bolondos vagy, de délelőtt ne legyen nekem bolondos. Mit cigarettázni is fogok? Nekem ez az első láthatom. És az utolsó cigarettá. Egy jó lázuk, egy igazi összeveszés nélkül nem is lázuk, Gráció. Ezt olvastam. Na jó, akkor veszünk össze. Verona után mi jön? Nápoly vagy ravioli? Nápoly túl messze van. Na jó, akkor földön kell pénzt. Szervusz, Mihály. Szeped neki? Te hogy kerülsz ide? Honnan tudtad, hogy itt vagyok? Velencében a szállodában megmondták, hogy Ravennába jön. Fel! Akarom mondani, írás! Kösz! Ő a fel, ő pedig az írás! Ervire és János, aki itt valamire való osztálytársa. Az egyik okos, a másik ügyes. Az egyik hisz, a másik nem hisz. Egy játék lesz az érettségi, együtt félváról letesszük. Nincs szükségem érettségére, még a félvállamra sem. Én nem akarok érett lenni! És fiam, előbb utóbb muszáj lesznek tenni, különben kidobnak minket innen is mehetünk világra. Menjünk most! Minek az érettségi? Nekem még férhez kell mennem, ahol a papát szerint. Sem iszkénye, soha. Én nem vagyok. Te ne védj mérget. Mérget? Hol van? És ő, Éva, az új Greta Garbo. Kész sokon. Elvin. Engedj engem is oda! Vilásztárt csinálok magácskából. Néma filmben, vagy hangos filmben tetszik utazni? Szepet neki. János. Világutazó. Vigyázz, kiesik a szemed. Aztán éjszaka az ágyadban is bűnözni fogsz, és meg kell majd gyónod Tibolt páternek. Nyáros a szád. A szépet látok össze. És ő, Tamás, nem e világról való. Egy igazi szent! A szenteket hagyd ki a játékból, csak nem szorulnak a propagandádra. Mihály, szokás szerint túroz. Istenben sem hiszek, nemhogy a szentekben. Ahhoz nem kell hinni, hogy szent lehessen az ember. De ahhoz igen, hogy élni tudjon. Hagyd abba cimbora, nem templomba vagyunk! Itt el szokott nyakus szepet neki. Itt mások a játékszabályok, csak én válkozok a másik szobába, világ. A teológusokat, mint látom, igen. Hallgass, a végén még számüzetésbe küldenek miatt. Nos, hölgyeim és uraim, nem csak igéből él az ember. Egy üveg francúz pesgő, egy doboz legfinomabb Memphis cigaretta, orosz kaviár, de a legszebb zsákmány. Ez mi? Öltök golyó. Pokolban fogsz égni ezért, fiam. Atya, nem félek a pokoltól. Mi ez? Golyó. A golyóban fölbecsülhetetlen érték. Nekem adott. Neked hoztam. Bármilyen. Szerinted elfogadhatom tőle? Ez nem ér. Ervin betartja a 10 parancsolatot. Ebbe fog beletögleni, de betartja. És ez lopott át? Csak a nagyon-nagyon vágyszer. A világ mocskos, és mégiscsak a világban az 10 túl.
mindannyiótokért imádkozni fog. Ha egy zsidó katolizál, abban nincs köszönet, az még az imákat is jobban tudja. Nincsenek zsidó, mint nem zsidó. Jó, de nem úgy értettem. Tudjuk, hogy értetted. Se baj. Jössz te még az én utcám. Jössz te még az én utcám. Az valószínűben. Az élet már csak ilyen valószínűben. Honnan tudtad, hogy Velencében van? Hát akkor mehet az ember más útra, hanem Velencében is remendám. Hol lehet, mint a piacán? Engedelmeddel belülök hozzájuk. Viccelted felénk, láttad? Nem. Mert bunda. Kell a halál.
vágyat, hogy az operába menj. Mit adnom? Traviáta. Hogy nekem való? Éva! Megváltozott. Majd csak visszaváltozik. Ha mi egyszer megváltozunk, örökre megváltozunk. Pillangó. Gyönyörű. Még soha se láttam ilyen szépnek. Szívfájdítóan szép, nem gondolod? Mindenki megváltozott. Én most is 8 éves vagyok. Csak úgy nézek ki, mintha felnőttem volna. Miért pont 8? Akkor jöttem rá, hogy megölöm magam. Maseri? Ne félj, nem lesz semmi baj. Én is ott leszek. A folyosón, a párolj előtt. Kiállt az emet. Ki viszi haza Ernőt? Ti más, én vagyok a grálloba grállovagja. Te csak ha előre fizetsz! Miről beszél Tamás? Amiről akarok. Traviáta? Miről beszéltek? De most ne figyelj ide! Ne félj, nem lesz semmi. Nem vélek. Nem is hallottam semmit, csak láttam a szátokat. Nézd! Nézzétek, hogy nézd! Megölöm! Hadd nézd el! Még egy rút. Én itt fölösleges vagyok. Tévedsz, Mihály, tévedsz! Elmegyek! Nem mész sehova! Nem is sehova! A feleségem! A barátom vagy! Minden! Örülök! Tessék! Mit is várjak tőled, ha úgy látod be a barátaidat, mint a sárkapakat? Azt hiszem, ezt tényleg nem látom. Akiről te beszélsz, azt nem én ráztam be magam. Csak a kezedet kellett volna kinyújtanod utána. Ki után? Megtaláltam Ernőt! Igen, és hol van? Hát pontosan nem tudom, de Olaszországban, Rómában láttam egy körmenetben egy karnyújtást, hogy a ment előttem, de hiába integettem, nem vett észre. Viszont megtudtam, hogy ezek a szerzetesek egy umbriai vagy toszkányi rendházba élnek. Képzeld el, ha rátörnék az ajtót a jó öreg Ervinre egy hegyi kolostorban a ösztönöm? Figyelj, én ászottom vagyok. És talán Ervinnek sincs kedve találkozni velem. Tudod mit? Menj el, és remélem jó pár évig megint nem találkozunk. Menjek is. A feleség? Nem kérdezett senki. Mérhetetlenül ellenszembes egy. Na, tűnés. Közös ki a lónát. Ki volt ez a szörnyet? Az osztálytársam. Valamikor azt hittem, hogy ő az Isten, aztán kiderült róla, hogy egy fiki zsebtolva egy csendvi maték. De én miért nem tetszettem neki? Nem, te nem tetszettél neki. Az nem tetszett neki, hogy a feleségem vagy. De miért? Mert azt gondolja, hogy miattad elárultam az ifjúságomat. És? Mi is? Elmondod végre? De mit? Amit eddig elhallgattam. Jó, majd mindent a maga idejében. Te vagy az egyetlen, akiben megbízom. Te vagy az egyetlen, akiben megbízom. Régen találkoztunk. Most beszélnünk kell, Tamás. Eljöttem, Mihály. Hallgatlak. Mi van Évával? Éva a saját útját járja. Tudunk egymásról, szeretjük egymást. Nem szólunk egymáshoz. Éva hamarosan férjhez. Apám azt akarod, hogy textil kereskedő legyek. Legyen textil kereskedő. De engem más dolgok érdekelnek. Például. Most nem jut eszembe. Szálljunk fel egy hajóra. Menjünk el innen. Mikor? Most. Most? Nem jössz el veled? Mi van veled? Képzeld el.
mennyivel nagyobb élvezet meghalni. Csak az a baj, hogy írtózom minden fájdalomtól. Nincs kedvem felakasztani magam, hogy beugrani a hideg Dunába. Nem is kell. Van nálam 30 centig a mort. Kettőnek is elég. A kedved van. Kedvem? Kedved. Hol szereztem? Évától kaptam. Egy orvostól kunyarálta. Azt mondta, nem tud aludni. Aztán, amikor az orvos nem nézett oda, lenyúlt még kettőt. Tudod, ez nem úgy hat, hogy rosszul leszel tőle, csak elalszok és kész. Félsz? Mitől? Törd le az angol nekét. Semmit. Én sem. Van időnk, nem? De. És most érzel valamit? Látod a folyót? Minden hulláma egyforma. Pont ilyen hullámokká változunk mi is. Ahhoz, hogy levelet írom nekem, ezt ugye meg, ez a legolyosabb mondat, azt hiszem, nem haragszom, lehet?
miatt, szerintem mit akart ezzel? Szégyen. Várja, a folytatás is van. És ezzel nem változtat az a tény, hogy elcsábítottad és megszöktetted a feleségemet. Mint ez olyan romantikus lett volna. És kellett egy nő.